Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ezúttal egy olyan jogos kérdés című műsor lesz, amelyet remélem, hogy megjegyeznek, hiszen egy jegyző, egy városi jegyző a vendégünk, nevezetesen dr. Gerendás Gábor Szentendre városának jegyzője, akinek az egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy három gyermeke van, úgyhogy akkor legyen olyan kedves először ezt a listát ismertesse, mert ez egy nagyon dicséretes dolog, különösen, hogy ilyen nem túlságosan hajlott korban már három gyermek apukájának mondhatja magát. Igen, legnagyobb gyermekem 6 éves kislány, illetve van 2 kisfiam, egy 3 éves és egy 1 éves Szentendrén élünk, és hát a Szentendrei Hivatalban dolgozom már 12 éve. Körülbelül 8-9 éve dolgozom vezetői pozíciókban, 3 évig voltam aljegyző, és idén január 1-től töltöm be a jegyzői posztot a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban, ami egyébként nem csak Szentendrének, hanem Pilis-Szentlászlónak is a hivatala. Akkor, amikor végzett, ugye ez a doktor, ez azt jelenti, hogy jogi egyetem sikeresen abszolválódott, akkor nem gondolkodott el, hogy ügyvéd, vagy külszolgálat, vagy államigazgatási jog? Dehogy nem, mindenképpen. Aztán azért döntöttem mégis a közigazgatás mellett, mert úgy láttam akkor, hogy a szakvizsgához ez egy nagyon jó terep lesz, és végül valóban egy olyan munkahelyet találtam, ami nagyon változatos, és sokféle munka van, és nagyon sok kihívás van nap, mint nap, és végül itt maradtam, és itt dolgozom azóta is, amióta elkezdtem dolgozni. Azt írják a szabályok, a rendelkezések, hogy a jegyző az voltak éppen annak az egész apparátusnak a vezetője, amely egy önkormányzatban szolgál, működik. Részletesebben ez hogy van és hogy működik, erre kíváncsi vagyok. A jegyző először is a hivatalnak a vezetője, tehát én most adott esetben a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalnak a vezetője vagyok. Gyakorlatilag egy intézményvezetői pozíció, valóban ellátja a jegyző a szakmai irányítását a hivatalnak, illetve gyakorolja a munkáltatói jogokat a dolgozók felett. A hivatalnak nagyon sok, pontosan a jegyzőnek nagyon sok feladata van, és ezt a sok feladatot a hivatal útján látja el. Ugye a hivatal egy ekkora városban, mint Szentendre, egy sok több irodára tagolt szervezet, amely irodáknak megvannak a feladataik, és gyakorlatilag nagyon sok esetben jegyzői feladatot, vagy pedig önkormányzati feladatot látnak el. A képviselőtestület nevezi meg, hatalmazza fel a jegyzőt, ugye? Polgármester. Most már a polgármester. Most már a polgármester. Választja ki, igen. Ez korábban ki. A képviselőtestület volt az önkormányzati törvény módosítását követően pedig már a polgármester. A polgármester felé és a képviselőtestület felé ugye meg kell felelni tulajdonképpen ebben a pozícióban, ugyanakkor viszont hát egyfajta törvényességi, hát nem tudom, hogy jó szó a felügyelet, de végül is egyfajta törvényességi kontrollt is kell, hogy minden egyes döntésük az jogszerű legyen, és hát ugyanakkor a város lakosságának is meg kell felelni. Jegyző a törvényesség őrének is szokták hívni. Valóban a legfontosabb feladat az, hogy az önkormányzat életében minden jogszabályszerűen történjen. Ez úgy gondolom, hogy mindenképpen a polgármesternek, illetve a képviselőknek is ez az érdeke, tehát ez nekik is jó, hogyha minden rendben van. Én úgy gondolom, hogy ez összeegyeztethető, és a polgármester azért általában, illetve nem, tehát hallgatni szokott tényleg a jegyzőre. Tehát ez a tapasztalat, hogy hallgat a jegyzőre, és figyelembe veszi azokat a törvényességi észrevételeit, amit esetleg megtesz. És hát végül is mindkettőjüknek az a célja, hogy megfeleljenek a város lakosságának, hiszen akárhogy is, ugye a polgármester az egy választott funkció, de hát azért a polgármester választja ki a jegyzőt, igen. Tehát azért ilyen értelemben mindenképpen egy közszolgálati funkció a szó sokszoros értelmében. Igen, igen, és hát ugye munkáltatója a jegyzőnek, aki egyébként egyrészt ellát olyan feladatot, amelyet a törvény határoz meg a jegyző feladataként, másrészt pedig ellát olyan feladatot, amit az önkormányzat határoz meg, tehát a jegyzői funkció az egy ilyen kettős, vagy nem is tudom, többes funkció, mert egyébként még nagyon-nagyon sok minden más feladat van, amivel egy jegyzőnek foglalkoznia kell. Egyébként az egyik legnagyobb része a jegyzői munkának az pont a képviselőtestületi üléseknek az előkészítése. Tehát például a mostani Szentendrei képviselőtestületi ülésen, ami most csütörtökön lesz, 40 napi rendi pont van. Ez 40 különböző téma, amit nyilván a hivatal kollégái készítenek elő, de alapvetően a jegyző feladata, hogy ezeket kontrollálja és biztosítsa azt, hogy jogszabályszerű legyen. És a jegyző ilyenkor nem mondhatja azt, hogy ez egy kicsit sok, mert hogyha most 10 perccel beszorzok egy-egy napi rendi pontot, akkor is jó pár óra jön ki. Hát próbálunk megfelelni az igényeknek. Ez nyilván
Azért ezt nem szoktuk mondani, azért megoldhatóak ezek a feladatok, úgy gondolom. Ezért van szükség a hivatali apparátusra, és arra, hogy a kollégák jól felkészültek legyenek, és tudják a dolgokat, és akkor gond nélkül megoldhatóak ezek. A képviselőtestületi ülések azok nyilvánosak Szentendrén? Tehát van valami kamera bent, és közvetíti ezt valamiféle televíziós láncon, vagy pedig... A nyilvánosnak nyilvános, a nyilvánosság azt jelenti, hogy bárki beülhet a lakosság részéről is a képviselőtestület ülésére, a karzatra, és onnan figyelheti az eseményeket. Az elmúlt hónapokban jelen volt a helyi tévé, volt egy időszak, amikor ez elmaradt, akkor próbáltuk ilyen webkamerás megoldással biztosítani a nyilvánosságot, de úgy gondolom, hogy biztosított mindenképpen a nyilvánossága az üléseken. Szentendre egy speciális hely, nem csak azért, mert csodálatosan szép, hanem azért is, mert nagyon közel van Pesthez. Nem akarom elárulni, de kénytelen vagyok egy olyan információt, ugye, hogy elég nehéz, ezt most is tapasztalta, hogy elég nehéz bejutni. Igen. Például ebben, hogy Pest közelsége, ebben, hogy ilyen nehéz a közlekedés. Ebben például a Szentendrei Önkormányzat, vagy a Szentendrei Jegyző, ez nem volt tervezett kérdés, hogy mit tud tenni, tud-e valamit? Valóban nagyon sokan ingáznak be Budapestre. Nagyon nagy a forgalom emiatt a 11-es főúton, ami ugye kettészeli a várost gyakorlatilag. Nagyon-nagyon sok ezer autó halad át egy nap, ami problémát jelent. Hát ugye az önkormányzat választott tisztségviselői a közút kezelőjével próbálnak folyamatosan egyeztetni. Most például épp a zöld hullám kérdése, ami nagyon foglalkoztatja a lakosságot is, és a városvezetőket is. Sokan panaszkodnak. A Szentendrei zöld hullámra panaszkodnak? Tehát, hogy Szentendrei zöld hullám. Igen. Tehát akkor még a Szentendrei úti, a pesti zöld hullámra abban nem tudnak beleszólni. Abban nem. Abban semmiképpen nem. Nyilván a városban lévő útszakaszban tudunk. Hát olyan módon beleszólni, hogy egyeztetés kezdeményezünk a közútkezelővel, meg pedig igazából az a közútkezelő feladata, de nyilván az önkormányzat, hogyha érkezik egy lakossági igény, akkor ezt mindenképpen megpróbálja továbbítani, és megpróbálja elérni azt, hogy a lakosok elégedettek legyenek, és megpróbáljuk a közútkezelőn ezt átvinni, ezeket a kéréseket. Na akkor pillancsunk bele egy kicsit a jegyző naptárába. Ugye Szentendre az egyrészt egy idegenforgalmi centrum, úgy is mondják, hogy egy ékszerdoboz, vagy akár Budapest ékszerdobozának is mondják némi túlzással, mert azért Budapesten is vannak ékszerdobozok. De a lényeg az, hogy ugye itt nagyon sok üzlet van, nagyon sok ilyen kis vállalkozás van, és ugye ez az egyik olyan pillére Szentendrének, ami talán eltartja, vagy segíti a jobb létet Szentendrén. A másik pedig az ugye, hogy nagyon sok pesti ember ott lakik, tehát akik Pesten dolgoznak, ott laknak, tehát ez csúnya szó lenne, hogyha azt mondanám, hogy alvóváros, de hát nagyon sokan lakhelyükként jegyzik, ugyanakkor munkahelyként, nem? Tehát mások az érdekeik. Na most ez a két érdekcsoport, ez hogy működik egymással, és mondjuk a napi munkában milyen megoldandó feladatok jelentkeznek ezzel kapcsolatban. Tehát az egyik mondjuk az üzletek, a másik pedig a lakosok. Az üzletek, a belvárosi üzletek alapvetően a turizmusra építenek, én úgy gondolom. A lakosság is igénybe veszi ezeket a szolgáltatásokat, de nyilván azért sokan vásárolnak inkább a nagyobb üzletekben, ezért a városvezetés egyik célja a közösségépítés, az, hogy megpróbáljuk erősíteni ezeket a helyi közösségeket, akkor is, hogyha Budapesten dolgoznak, programokat szervez a város, amely egyrészt jó a kereskedőknek is, hiszen több lesz a turista, több lesz a vásárló náluk. Másrészt a lakosoknak is jó, hiszen érzik azt, hogy szentendreiek, és érdemes bejönni a városba. Ezért a nyár folyamán, igazából tavasztól őszig folyamatosan programok vannak, kulturális rendezvények, különféle lehetőségek, amiket a város próbál minél jobban megszervezni, hogy minél pezsgőbb legyen az élet. Ez most egy kicsit inkább promóciója volt ennek az amúgy is szép és amúgy is népszerű városnak, de hogy milyen napi ügyeket, milyen heti ügyeket kell esetleg mondjuk az üzletekkel kapcsolatban intézni, aztán milyen megoldandó döntéseket kell esetleg előkészíteni? Az üzletek működése az alapvetően egy államigazgatási feladatkörhöz kapcsolódik a jegyző esetében. Ugye az üzleteknek bejelentést kell tenniük, és működhetnek onnantól fogva a jogszabályoknak megfelelően, illetve adót kell fizetniük, tehát bevallást kell tenniük, helyi adót kell fizetniük, ugye ezt az önkormányzat határozza meg, tehát itt van egyszer egy kapcsolódási pont, hogy helyi iparüzési adófizetési kötelezettségük van. A város ezzel tudja segíteni, hogy próbál lakos embereket hozni a városba, ami probléma egyébként szokott lenni. Lakosokat?
hozni? Vagy, lakosokat is, vagy... illetve turistákat is. Tehát a cél mindenképpen az, hogy a helyi lakosság, aki esetleg tényleg csak, nagyon sokszor csak hétvégén vagy esténként van a városban, az is találjon programot. És hogyha nyilván, hogyha bejön a városba, akkor ő már fogyasztani fog, vásárolni fog, és ez közvetetten a kereskedelemre is hatni fog. Hát de nekem a szívem csücske Szentendre, de hát a panaszt hallom, hogy még a nyári idegenforgalomban is ugye 8 óra után ottan, mint hogyha riadót fújtak volna, és kiürül a város. Igen, igen, sok ilyen panasz van. Idén is. De hát ez mind múlik. Hát egy időben arról volt szó, hogy esetleg olyan lesz, mint Bécsnél a Grincik, hogy ugye egy ilyen legalábbis az éjszaka közepéig nyúló szórakozó helyek vannak, és pezsgő élet, hiszen ott a belvárosban azért nem jellemző az, hogy ott nagyon sokan laknának, ott inkább üzletek vannak. Vannak lakosok is egyébként, és az elmúlt években beindult ez az éjszakai élet is a városban, a Dumcsa-Jenő utcában. Megrendezésre került a Dumcsa forgatag, amit idén is tervez a város, és ennek pont ez a célja, hogy este 9-10 óráig legyen egy olyan program, ami egy zenés program is, kitelepülés, tehát vásárolni is lehet. Tehát programokat kínálunk mindenképpen. Tehát igazából ez beindult. Lehet, és a lakók azok nem tiltakoznak, tehát ők együttműködnek ebben? Vannak, tehát vannak tiltakozások. Igen, tehát pont most is egyeztetésben vagyunk a lakókkal, a kereskedőkkel. Igen, itt van egy ellentétes érdek, tehát nyilván itt laknak néhányan a belvárosban, akiknek az az érdekük, hogy nyugalom legyen, csend legyen, pihenni tudjanak. Nyilván ezzel nehezen összeegyeztethető az, hogy rendezvény van a belvárosban, és zene van, és hangoskodás van. De egyébként pedig a lakosság ezt igényli. Azt tapasztaltuk a tavaly évben, ugyanezen a rendezvényen kipróbáltuk azt, hogy már 8-kor bezártuk, míg az azt megelőző évben 10-kor zárt ez a rendezvény, és egész egyszerűen nem volt sikere, folyamatos visszajelzések voltak a lakosság, a résztvevők, az igénylők, igénybevevők részéről. Nyilván ők nem ott laknak, nem szenvedik el a zajjal járó problémákat, de ugye itt most mérlegelnie kell a döntéshozónak, a képviselőtestületnek, hogy melyik úgymond a fontosabb, illetve pontosabban egy olyan megoldást kell kitalálni, ami azért mindenki számára elfogadható. De ilyet ki lehet? Mert ugye egyrészt ugye a törvényességőre, másrészt ugye szeretné, hogyha egy kicsit jobban pezsegne az idegenforgalom, és akkor én a Liszt Ferenc téren, a Pesten a Liszt Ferenc térről hallottam azt ugye, hogy egy-két lakó, tehát hogy van egy ház, ahol nem tudom, van 50 lakás, és ott egy lakás is elég ahhoz, hogy megvétózza mondjuk a lenti üzletnek a nyitvatartását. Ez hogy van Szentendén? Ilyenre akkor kerülhet sor, hogyha az üzlet társasházban van. Nyilván ebben az esetben a társasházi közösség maga dönt arról, hogy mi lehet abban az üzletben, és mi nem lehet. A szomszéd az nem tiltakozhat? Tiltakozhat, de ugye olyan szempontból nincs beleszólás egy üzlet kinyitásában, hogy ő neki nem kell hozzájárulnia az üzletnyitáshoz. Nyilván, hogyha zavaró hatású az üzlet, akkor a szomszéd is bejelentéssel élhet, és akár egy birtokvédelmi eljárás keretében, akár egy üzletműködési vizsgálat során, hogyha bizonyításra kerül az, hogy valóban zavaró hatású az üzlet működése, akkor ott lehetnek intézkedések. Vannak ilyen jegyzői hatáskörök is. Ezek mindig nehézkesek, problémákba ütköznek, főleg a bizonyítás. Itt mindig próbálunk törekedni arra, hogy egyesség jöjjön létre. Erre mindenképpen kompromisszumra van szükség, mind a lakók, mind a másik oldal részéről. A jegyzőnek vannak fogadóórái. El tudja mondani, hogy az utóbbi 2-3-4 fogadóórá mi volt a jellemző? Mert keresse, ugye, mert ez egy ilyen nyílt nap, nem kell semmiféle előzetes bejelentés, be kell állni oda a panasszal. Igen. Hát leggyakoribb problémák azok városüzemeltetési jellegűek, ugye, hogy kátyuk vannak, szemetes a város. Ezek ellen a város úgy próbál tenni, hogy próbál minél nagyobb forrásokat fordítani erre a feladatra. Ugye van egy cége, egy megbízottja a városnak, aki ezeket a feladatokat biztosítja, egy saját tulajdonú cége, és hát nyilván ezen keresztül próbálunk odafigyelni ezekre a dolgokra, de hát nyilván minden anyagi erőforrás kérdése, és azért sokan hiszik azt, hogy attól, hogy nagy a turizmus a városban, nagyon nagy az adóbevétele a városnak, de sajnos nincsen így. Tehát annak ellenére, hogy nagy a turizmus, tényleg nagyon sokan megfordulnak, nagyon kevesen töltenek el vendégészakát, ezért az egyik célok között szerepel az is, hogy legyen szálloda a városban. Tehát kevés a vendégészaka, és igazából a város nem sokat érzékel anyagilag ebből a turizmusból. Ugye inkább a gyártósorok, tehát a gyártással kapcsolatos iparágak hozzák az iparűzési adóbevételt. És ugye
Ez is az egyik célja az új városvezetésnek, hogy megtalálni azokat a lehetőségeket, amivel lehet növelni a bevételeket, lehet csökkenteni a kiadásokat, és a bevételek növekedésével pedig több pénzt tudunk fordítani a kátyukra. Dominánsan az a kultúra, meg a művészet, nem annak a, meg hát a turizmus. Még mielőtt valaki, aki sokkal jobban ért a jegyző munkájához és pozíciójához, és ahhoz, hogy milyen feladatokat kell ellátni a milyen szervezetben, megkritizálna engem, hogy hát nem eléggé alaposan mondtuk ezt el. Arra kérem, hogy akkor mondja el, hogy Szentendrén, ugye, tehát ezt feltétlenül, ugye, hiszen ezek mindig város szerint speciálisan épülnek fel, hogy épül fel ez az önkormányzati szervezet, tehát mi az, amiért egy jegyző felelős? Alapvetően ugye a hivatal működtetéséért felelős egyrészt a hivatalon, keresztül látja ez el. A hivatal, amit egyébként polgármesteri hivatalnak is hívnak, ugye? Igen, igen. A neve az nem fedez. Illetve hát azért polgármesteri hivatal, mert a polgármester képviseli az önkormányzatot. Igazából meg kell különböztetni az önkormányzatot, és meg kell különböztetni a hivatal. Az önkormányzat az a választott tisztségviselők, ugye a képviselők, illetve a polgármester képviseli. Igen. A hivatalt az önkormányzat tartja fenn azért, hogy az önkormányzati feladatokat el lehessen látni, tehát a hivatal útja látja el, és a hivatal vezetője a jegyző. Tehát ez a különbség a jegyző és a polgármester között. És a jegyzőnek ugye egyrészt vannak államigazgatási feladatai, amit a törvény határoz meg, másrészt vannak önkormányzati ügyek, önkormányzati feladatai, amit ugye egyrészt az önkormányzati képviselőtestületi bizottsági üléseknek az előkészítése, előterjesztése, készítése, rendelet alkotása, mert ugye rendelet... Tehát, hogy csak olyan rendelet szülessen, ami megfelel a törvényeknek, tehát ami beilleszkedik a törvényi hierarchiába. Így van, a helyi rendeleteknek meg kell felelnie mindenben a magasabb szintű jogszabályoknak, tehát erre kell figyelni elsősorban a jogalkotás során. Illetve hát az önkormányzati döntések végrehajtása, ugye nagyon különféle vannak, vagyongazdálkodási döntések, lakások vannak, ingatlanok vannak, amiket bérbe ad hasznosan. Vegyük úgy, hogy rendben vannak a döntések, törvényesek, törvényszerűek. A másik oldal az apparátus működtetése, az hogy zajlik? Szervezeti egységek vannak, a szervezeti egységeknek önálló vezetői vannak. Milyen akik szervezeti a jegyzőnek... egységek vannak, ezt most mondjuk el, mert azért Szentendre olyan kisvárosnak tűnik innen Budapestről, de hát azért elég nagy város. Igen, egy 27 ezeres városról beszélünk, és egy egyre növekvő város. Van egy közigazgatási és népjóléti iroda, ahol segélyügyekkel foglalkozunk, birtokvédelmi állattartási ügyekkel, anyakönyvi feladatai vannak ugye a hivatalnak, hagyatéki ügyekben a hagyatéki leltárt el kell készítenünk, ezekkel a dolgokkal foglalkozik ez az iroda, illetve a segélyeket is az önkormányzat helyi rendeletei alapján a hivatal nyújtja, a hivatal állapítja meg a lakosoknak, illetve készíti elő a döntéseket. Ide tartozik még a közterületfelügyelet is, aminek a funkciója, célja ugye az, hogy rend legyen a városban, és hogy a felügyeletnek a feladata az, hogy ellenőrizze a helyi rendeletben foglalt előírásoknak a betartását. Tehát az, hogy ne égessenek az emberek akkor, amikor az tilos, hogy tartsák rendben a házuk előtti útszakaszt. És mert... hát a parkolásnál retteghetnek. Igen, ez mondjuk pont nem önkormányzati szabályon alapul. Ugye a KRESZ az egy központi jogszabály, ami mindenkire vonatkozik, de ebben is van hatásköre, tehát ez is egy vegyes hatáskör a felügyelet oldalán is, illetve van egy térfigyelő rendszerünk, amelyet szintén a felügyelet működtet, illetve segít a rendőrséggel együttműködve, de alapvetően a felügyelet működteti, a város alakította ki. Tehát ez egy iroda. Van egy adóirodánk, amely ugye a helyi adókkal foglalkozik. Ugye önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy helyi adót vezessenek be a területükön, szintén törvényben meghatározott korlátokra kell figyelemmel lenni, és ezeknek az adóknak a beszedése a fő feladata, és hát itt is vannak olyan feladatok, amik központi jogszabályon alapulnak. Sokan nem tudják, de például, hogyha valaki gyorshajtás miatt kap egy közigazgatási bírságot, és azt önként nem fizeti be, akkor a jegyzőhöz hozzánk teszik át, hogy hajtsuk végre, és hát bizony a jegyzőt megillatjuk mindazok a jogosultságok, mint egy önálló bírósági végrehajtót, tehát inkasszálhat, letiltást, tehát fizetésletiltást rendelhetünk el, ingót, ingatlant is foglalhatunk, tehát ilyen eszközökkel tudjuk ezt érvényesíteni. Tehát ez az adózás, ez a másik nagy terület. Egyik kiemelkedő feladata az építéshatóság Szentendre jegyzőjének,
Az építéshatóság területén egy olyan változás volt a közelmúltban, hogy nincs minden településen most már építéshatóság. Szentendrén van, mert Szentendre járási központ. Tehát járási... Szentendrének még mindig van főépítésze? Igen, van főépítésze is. Igen. A főépítész alapvetően a szabályozási kérdésekkel foglalkozik, mert ugye az önkormányzatnak van egy olyan lehetősége, hogy helyi rendelettel megállapítsa azt, hogy a város egyes területein mit lehet építeni, és mit nem lehet építeni. Mi tartozik lakóövezetbe, mi tartozik üdülővezetbe, külterületbe, belterületbe, ugye ezekről a képviselőtestület dönt. A főépítész ennek a szabályozásnak az előkészítéséért felel. Az építéshatóság pedig már végrehajtja gyakorlatilag, hogyha valaki építkezni akar, tehát valaki szeretne egy házat építeni a telkén, akkor az építéshatóság az, aki megvizsgálja egyrészt az országos jogszabályokat, másrészt az önkormányzat által hozott szabályokat, és megmondja, hogy egyáltalán azt, amit szeretnének, azt lehet-e odaépíteni, vagy nem lehet, tehát engedélyt ad ki, gyakorlatilag építési engedélyt ad ki. Most vannak ezek az Arany János féle viták, ugye, hogy a szomszédok, igen, a jó szomszédok, ilyenek mennyire jellemzőek Szentendrére? Jellemzőek sajnos, igen. Gyakran előfordul ezek a birtokvédelmi ügyek általában, de állattartási ügyek is tudnak kerekedni az ilyen dolgokból. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy a legtöbb esetben ez ilyen szomszédi rossz viszonyra vezethető vissza, és hogy ebből ered az, hogy akkor az egyik szomszédot minden zavarja, amit a másik csinál, és vissza ugyanez történik. És ilyenkor sokszor úgy gondolják, hogy akkor majd a hatóság fogja megoldani a problémákat, ebből vannak ezek a birtokvédelmi ügyek. Ez egy nagyon érdekes eljárás egyébként, mert elnézést, egy fontos dolgot szeretnék kérdezni, hogy amikor a jegyzőhöz, tehát az önkormányzathoz fordul valaki egy ilyen birtokvédelmi ügyben, akkor van-e valamiféle befizetési kötelezettség, tehát illeték? Igen. Tehát az, igen, nincs ingyen. Jó, ezt csak azért megnyugtatom, mert azért ez egyfajta gát azért ebben, igen? Ez egy 3000 forintos illeték egyébként. Ez törvény határozza meg, ugye? Tehát nem olyan komoly gát, igen. Nem, én úgy gondolom, hogy ez egyáltalán nem komoly gát, és ráadásul, hogyha valakinek igaza van, akkor a másik félnek kell viselni ezeket a költségeket. Tehát, még azt mondja meg, hogy körülbelül hány ilyen ügy van egy évben Szentendrén, hogyha van erről egy statisztika, úgy nagyságrendileg. Tehát több tucat, vagy több száz? Én most azt mondanám, hogy a kettő között, tehát több, mint több tucat, de kevesebb, mint több száz, tehát egy 50-60 ilyen ügy biztosan van egy évben. Hát azon azért el lehet rágódni tulajdonképpen, igen, mert igen, az ugye az többszöri fordulót jelent. Most nemrégiben módosították a vonatkozó jogszabályt, ez egy kormányrendelet egyébként, és nagyon szoros határidőket határoztak, szabtak meg. Tehát ez egyébként oda fog vezetni, hogy gyorsabbak lesznek az eljárások, viszont igazából nem lesz lehetőség nagyon alaposan kivizsgálni a dolgokat. Egyébként ennek az eljárásnak az az érdekessége, hogy a mi döntésünk ellen rögtön bírósághoz lehet fordulni. Tehát itt nincsen másodfokú, ez rögtön jogerőssé válik, és rögtön, hogyha valakinek nem tetszik, akkor bíróságon tudja megtámadni. És egyébként a mi eljárásunk is olyan, mint egy bírósági eljárás. Tehát gyakorlatilag a jegyző ebben az esetben nem egy oldalú aktust hoz, de gyakorlatilag eldönt egy felek között meglévő vitát, ugyanúgy, mint a bíróság. Ahogy azt a közel-keleten mondják, bölcs kádiként kell dönteni. Hát ez egy nehéz döntés, ugye ezt még egyszer mondom, ugye ez egy hivatali apparátus, ahol az ügyintéző viszi végig az ügyeket. Ezt egyébként nagyon sokan úgy hiszik, hogyha a jegyző a címzettje egy feladatnak, akkor rögtön a jegyzőt keresik és a jegyzőhöz jönnek, de hát egy 100 fős hivatalról beszélünk, tehát nyilván több ezer jogszabályban meghatározott feladata van egy jegyzőnek, ezt nyilván fizikai képtelenség egy ekkora településen ellátni. Itt az ügyintézők viszik az ügyeket, és a döntéshozatalban pedig az irodavezetők vesznek részt. A jegyző igazából akkor kerül ebbe a képbe, hogyha valakinek panasza van még ezzel az eljárással kapcsolatban. Ezekben az ügyekben nagyon nehéz sokszor döntést hozni, mert mint mondtam, nagyon sokszor egy szomszéd vika. Egy szomszéd igazából mindenkinek igaza van, de senkinek nincsen igaza, történetek ezek. Mindig megpróbálunk egyességre jutni, és egyébként az a tapasztalat, hogy az esetek döntő többségében én úgy gondolom, hogy legalább 80-90%-ában sikerül egyességre jutni. Tehát akkor ez egy olyan döntés, amit mindkét félnek megfelel, amit mi jóvá hagyunk, mint jegyző, és ez a legjobb mindenkinek.
Valamikor már említette ebben a műsorban, hogy igyekeznek olyan programokat, amik közösséget építenek, ilyen programokat szervezni. Lehet, hogy az ilyen közösségépítés az segít abban, hogy kevesebb ilyen vitás ügy legyen, ilyen szomszédolásos történet. Az egészen biztos, hogy teljes képet nem tudtunk adni most erről, de igyekeztünk, legalább ezt majd méltányolják a kedves nézők. Megköszönöm a dr. Gerendás Gábor jegyzőnek, Szentendre jegyzőjének, hogy itt volt és tájékoztatott bennünket. Köszönöm, és megköszönöm a kedves nézőknek is a figyelmét azzal, hogy ugye írhatnak az e-mail címünkre jogos kérdés kukac@hatoscsatorna.hu. Viszontlátásra!